tisztelt helyettes államtitkár asszony, kedves polgármestertársak, igazgató urak és hölgyek, tisztelt vendégek! Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt ebben a teremben is, abból az alkalomból, hogy a 40. Békéstartási Zenei Napok első katartikus és frenetikus hangversenyét meghallgattuk az imént, és ilyenkor nagyon nehéz megszólalni, mert ugye a száraz szavakkal egy ilyen érzelmekre ható zene után néhány gondolatot elmondani, de azért mégis megpróbálom összeszedni. Azon gondolkoztam végig, ahogy ment a zene, meg általában, amikor készültünk a zenei napokra, többször elhangzott már, helyettes államtitkár asszony is mondta, igazgató úr is mondta megnyitójában, hogy ugye a hármas jubileum van, ugye egy 40 év, egy 70 év, egy 100 év, de mi van emögött? Tehát ugye 70 évvel ezelőtt egy pecsét, egy pecsétes papír, meg egy fanatikus ember, aki megjelent és csinált valamit, elkezdett valamit Békéstarason, és a kitartó munkájának eredményeként természetesen nagyon sokan hozzá igazodva jött létre tulajdonképpen ez a mai koncert. Ez egy 70 éves folyamat. Ebben a 70 évben természetesen a 40 év is benne van, ugyanaz az ember, Gulyás Györgyről van szó, volt, akinek eszébe jutott az, hogy ne hagyjuk ki aludni a lángot, és éltessük a tarvosi szellemet, amiről itt már többször hallottuk, ami nem csak zene, hanem emberérzés, egyáltalán világnézet, nyelvművelés, magyarságunk nevelése is, és nem hagytuk gyakorlatilag, mert itt volt ez a koncert. Nem hagytuk, annak idején ugye, akik kezdték, azok közül is itt van közöttünk Fejes Antal, aki azért emelek ki külön, hiszen tanítványa volt Gulyás Györgynek, az első békési zeneiskola igazgatója volt. Tavaly volt 50 éves a zeneiskolán. De nagyon sokan itt vannak közöttünk, akik indították és végigvitték ezt az időszakot. Sajnos van, akik már nem lehetnek itt. Jámos Laci bácsit pénteken temettük el. Nagyon nagy kegyelettel emlékszünk rá. Előttem van sokszor, amikor bejött hozzám, polgármester voltam már, Gábor Tarhos, ne hagyjátok. Mindig mondta, és ezért ő tett is nagyon sok mindent. És természetesen mások is, akiket most itt név szerint nem említek, vitték az ászlót, a lángot, és mellé állt a művészet, mellé állt a mostani zeneiskola, mellé állt a kulturális vezetés, a kulturális kormányzat is ennek az ügynek, és én azt hiszem, hogy ha azt nézzük, hogy indult egy pecséttel, meg egy papírral, egy fanatikus emberrel, valahogy az élet fejlődését, az élet kiteljesedését is szimbolizálhatja ezt, hogy akarunk valamit, nagyon akarunk, meg tudunk nyerni másokat, olyanokat nevelünk ki, vagy olyan emberek kerülnek a közelünkbe, akik fogékonyak erre, akkor ezek a dolgok, legyen a zene, most éppen zenéről van szó, hál' Istennek, de lehet más is, ez egy olyan folyamattá érhet ki, amely nem csak ilyen kisebb közösséget, mint Békés vagy Tarhos, hanem az egész nemzetet viszi előre. Tehát ez az élet gyakorlatilag, és ez egy nagyon jó példa erre, és köszönjük Gulyás Györgynek, aki szigorú tekintettel nézte végig a koncertet a színpadról. A szoborolhatás egyébként majd jövő héten szombaton lesz kint Békéstarhoson. Remélem, hogy úgy gondolja, hogy méltó volt ez a koncert is. Igazán méltó akkor lenne az ő öröksége, majd, hogyha a mostani újabb lendülettel, amit mondhatok talán így egy pár éve, egyrészt az új tulajdonosok, másrészt én meg kell, hogy említsem a államtitkár helyettes asszonyt is, aki nagyon sokat segít nekünk, hiszen ő annak idején még
tisztviselőkorában is mondhatom szívügyének tekintettel tartozik, és többször jártunk el ebben az ügyben. Tehát szintén ott van a lángvívők között, az átszóvívők között. Tehát, hogy kialakul, kifejlődik olyanná, talán amilyen Gulyás György álmodta, ez a rövid 6 év, ami működött a zeneiskolát, annak a hatása mindenki, aki itt van tulajdonképpen, mert a tarosi diákok, nekik a tanítványai, nekik a diákjai, a zeneiskola, stb. És ezt úgy nézem, úgy érzem, hogy a következő időben van rá lehetőség, és van rá akarat, szándék. Egy biztos, hogy maga a város, meg a békésiek ezt szeretnék, hogy így alakuljon, mert ezekkel a művészeti értékekkel tovább öregbíthetjük a városi hírnevét, Gulyás György és a többiek örökségét méltóképpen ápolhatjuk, és a zene, a művészet, amelyik a lelkünket gyönyörködteti, ez a továbbiakban is örömet okoz nekünk, nem csak egy estére, hanem hosszú időre. Én arra ürítem poharam, hogy a következőben ez a fejlődés még tovább haladjon. A zenei napok szervezői és rendezői ugyanilyen lelkesedéssel dolgoznak, és nem felejtem el megköszönni a zenei napok szervezőinek a munkáját, ami igen sok munkával járt, a sok társadalmi munkát, mindenkinek nagyon köszönöm. És akkor elmondhatjuk azt, amit tavaly is mondtam, hogy Tarlós nem volt, hanem lesz. Erre gyűlítem poharam, kedves egészségükre!